Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvéreim, mai szentmisénket a Hozsanna énekeskönyv 95-ös énekének első és második versszakával kezdjük. Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Örömmel gyűltünk egybe, testvéreim, pünkösdöt várva a mai szentmisére. Köszöntelek benneteket itt Gazdagréten a Szent Angyalok hajlékában, és otthonaitokban köszöntöm az Apostol TV kedves nézőit. A mai szentmisét elhunyt szülőkért, Nagy József és Farkas Julianna testvéreinkért ajánljuk föl, és a szentmisébe foglaljuk az egy évet élt kislányukat, és a 26 évet élt unokájukat. Imádkozunk elhunyt Izer Balázs testvérünkért, kinek 60 éves házassági évfordulója lenne. És nagy szeretettel, nem kis aggodalommal, de bizakodva, imádkozunk közösségünk tagjáért, Zsóka testvérünkért, akinek ma délben lesz a súlyos műtétje. Imádkozunk ennek a műtétnek sikeréért, az orvosáért, és ő magáért, hogy meggyógyuljon és megerősödjék. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Könyörülj rajtunk, Urunk! Mert vétkeztünk ellened. Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat, és add meg nekünk az üdvösséget. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Mindenható, irgalmas Istenünk, add, hogy a hozzánk eljövő Szentlélek bennünk lakjék kegyelmével, és dicsőséges templomává alakítson minket, a mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Szent lecke az apostolok cselekedeteiből. Harmadik missziós útja vége felé Pál apostol Milétuszba érkezett.
Magához kérette az efezusi egyház presbitereit. Amikor azok megérkeztek, így szólt hozzájuk. Tudjátok jól, hogy Ázsiába jövetelem első napjától kezdve egészen a mai napig, hogyan éltem köztetek. Az Úrnak szolgáltam teljes alázatossággal, könnyek és zaklatások között, amelyek a zsidók áskálódásai folytán értek engem. Semmit sem tagadtam meg tőletek, ami javatokra szolgálhatott. Nyilvánosan és magánházakban tanítottalak titeket. Zsidóknak és görögöknek egyaránt hirdettem, hogy térjenek meg Istenhez, és higgyenek Jézusban, a mi Urunkban. Most pedig a Szentlélek ellenállhatatlan indítására Jeruzsálembe megyek. Nem tudom, mi történik ott velem, csak azt adta tudtomra a Szentlélek minden városban, hogy bilincs és megpróbáltatás vár rám. De mit sem aggódom, nem becsülöm sokra életemet, csak fussam végig pályámat, amelyet az Úr Jézus rám bízott, és tanúságot tegyek az Isten kegyelmét hirdető evangéliumról. Tudom azt is, hogy közületek, akiknek Isten országát hirdettem, nem lát többé senki. Ezért most ünnepélyesen kijelentem. Ártatlan vagyok abban, ha valaki mégis elvesznék. Mert nem riadtam vissza semmitől, hogy Isten akaratát teljes egészében föltárjam előttetek. Ez az Isten igéje. Istennek legyen. Veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Jézus az utolsó vacsorán tekintetét az égre emelte, és így imádkozott. Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg fiadat, hogy fiad is megdicsőítsen téged. Te hatalmat adtál neki minden ember felett, hogy mindenkinek, akit neki adtál, örök életet adjon. Az örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged, az egyigaz Istent, és Jézus Krisztust, akit te küldtél. Én megdicsőítettelek téged a földön, a feladatot, amelyet rám bíztál, teljesítettem. Atyám, most te dicsőíts meg engem azzal a dicsőséggel, amelyben részem volt nálad, a világ teremtése előtt. Kinyilatkoztattalak téged az embereknek, akiket e világból nekem adtál. Tieid voltak, és nekem adtad őket. Tanításodat megtartották, most már tudják, hogy minden, amit nekem adtál, tőled van. Hiszen én a tőled vett igéket mondtam el nekik. Ők pedig elfogadták, megismerték az igazságot, hogy tőled jöttem, és hittel elfogadták, hogy te küldtél engem. Értük könyörgök, nem a világért könyörgök, hanem értük, akiket nekem adtál. Tieid ők, hiszen a tied mindaz, ami az enyém, és minden az enyém, ami a tiéd. És én megdicsőültem bennük. Én nem maradok tovább itt a világban, ők azonban a világban maradnak.
Én most hozzád megyek. Ezek az evangélium igéi. Áldott téged, Krisztus! Kedves testvéreim! Itt Gazdagréten és otthonaitokban az Úr Jézus főpapi imája megerősít bennünket, és bevon abba az isteni szeretetbe, szeretet áramkörbe, ami az Úrból fakad, és átjárja a mi életünket, amit emberi módon és emberileg felfoghatóan maga az Úr Jézus hozott el nekünk, és ő tanított meg minket a szeretet igazi tulajdonságaira, annak jellemzőire és annak legfelsőbb fokára, amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy nincsen nagyobb szeretete senkinek annál, mint amikor valaki az életét adja a fele barátjáért. És valóban ezt tette az Úr Jézus, és a szeretetével, áldozatával pecsételte meg azt a tanítást, amit elhozott nekünk, és az ő tanítása által, akik ezt meghallják, elfogadják, és ennek nyomán követik Jézust, élő közösség alakul ki Isten és az ember között, és ebbe az élő, szent háromságos közösségbe, amit emberileg nehezen tudunk fölfogni, de az isteni élet szeretett titkába von be minket a Jóisten. Talán éppen ez a mi segítségünk, hogy a szeretetet nem tudjuk megérteni, ennek a lényegét, és éppen ez az értetlenség segít minket abban, hogy egyszerűsítsük le a szeretetnek a fogalmát, mert hiszen fel nem tudnánk fogni, hogy milyen az isteni szeretet, mi az, ami itt ki van írva a templomunkban, az apszisban, az Úr Jézus nyitott könyvén, Szent János első leveléből, az Isten szeretet. De nem baj, ha nem tudjuk fölfogni, mert annál egyszerűbb arra gondolni, hogy a szeretet adni akar. Ebből a mondatból, amit már a szeretet legfőbb fokáról idéztünk, ebből kiemelhetjük azt, hogy életét adja valaki a másikért. Ez az adni akarás, ez a szeretet, de hozzátartozik az elfogadás is, hogy a másikat el tudjuk fogadni, be tudjuk fogadni az életünkbe. Ez Jézus tanításának a foglalata, és mivel a mennyei atyához az Úr Jézus értünk imádkozik, ezért megérthetjük azt, hogy mennyire fontosak vagyunk számára, hozzátartozói vagyunk. Atyám, akiket nekem adtál, így fogalmazza meg az Úr Jézus az imáját, mert örömmel veszi azt, hogy az emberek közül, az ő emberi küldetése nyomán hozzá kapcsolódnak, örömmel veszi azt, hogy utunk lehet a mennyei atyához, hogy ő vezethet be minket az Isten országába, hogy majd, amikor eljön, mint ítélő bírónk, akkor a hűségeseket a jobbjára állíthatja, és mondhatja, gyertek, atyám, áldottai. És ennek örvend az Úr Jézus az imájában, miközben ő maga jut el a szeretet csúcspontjára, amikor kimondja azt, hogy atyám, eljött az óra, amire készült Szent János evangéliumában, hangsúlyos ez a kifejezés. A kánai mennyegzőn, az első csodájánál még hivatkozik arra Jézus, hogy nem jött még el az én órám, itt pedig már kimondja, hogy eljött az óra, és kéri az atyát, hogy dicsőüljön meg benne, és aztán azokban, így mi bennünk is, akik hozzátartozunk. Az efezusi egyház közösségében Szent Pál apostol egy személyében is, és az apostoli küldetésében is átéli a keresztény élet lényegét, a Krisztushoz tartozás lényegét, és az a
vallomás, az a nyilatkozat, amit ma az első olvasmányból hallottunk, szép példája annak, hogy hogyan gondolkodik a keresztény ember. Először is vállalja a nehézségeket és a hitéért. Aztán a legfőbb vágyaként azt érzi a keresztény ember is, amit az apostol elmondott, hogy csak annyit szeretnék, hogy végigfussam a pályát, vagyis hogy tudjak kitartó lenni, tudjak mindvégig hűséges maradni. Egy fiatal pap, aki betegségben, ideje korán, emberi értelemben távozott el szolgálatából, neki is ez volt a jelmondata, és aztán írtak egy szép ifjúsági éneket is az ő emlékére, amelynek ez a Szent Páli mondása, szövege ennek az éneknek, csak végigfussam a pályát, és teljesítsem, amit az Úr bízott rám. És aztán a másokért való aggodás. Ez is a keresztény ember tulajdonsága, hogy Szent Pál érezte, hogy mindent átadott, de fontos az, hogy felelősséget vállalt másokért. Azért vállalta az apostoli küldetést, hogy tovább adja Krisztus evangéliumát. Ezen a szép pünkösdváró napon gondolkodjunk el a keresztény élethivatásunkról, a szeretetünkről. Oly sok mindenről lehet gondolkodni a Szentírás nyomán. Olyan gazdag, bőséges a lelki táplálék, amit kapunk a Szentmise üzeneteiben, szentírási részeiben. Vannak, akik azt mondják, hogy reggel kell sokat enni, aztán egyre kevesebbet napközben. Hát ezt mi a lelki táplálékkal kapcsolatban is elmondhatjuk, hogy nagyon gazdag reggelit kapunk mindig az ige liturgia asztaláról, de aztán mindezt emészgetni kell egész nap, és az életünkben hasznosítani az igét, amit nap mint nap kapunk. Így ma a szeretetről és a keresztény élet jellemzőiről váljék életté bennünk. Amen. És most imádkozzunk, testvéreim, hogy mindannyian, akik a keresztségben krisztusiak lettünk, méltó élettel elnyerjük Krisztus dicsőségét. Adorunk, hogy minden ember megismerjen téged, az egy igaz Istent. Add, hogy egyházad által eljussunk a teljes igazságra. Add, hogy megismerjük és mindenben teljesítsük akaratodat. Add, Urunk, hogy általunk is terjedjen az evangélium örömhíre. Add, hogy szolgálatunk a Szentlélek templomává és méltó lakhelyévé tegyen bennünket. Add, Urunk, hogy közösségünk tagjának, Zsókának mai súlyos műtétje sikeres és eredményes legyen. Adj neki erőt, gyógyulást, szeretteinek is türelmet, műtő orvosának pedig a Szentlélek vezetését. Kérünk téged, hallgass meg. Kérve kérünk, mennyei atyánk, áld meg buzgóságunkat, és amint megtestesült Szent Fiadban az igazságot kinyilatkoztattad nekünk, az ő megdicsőülésében elnyerhessük az örök életet, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Folytatjuk a 95-ös éneket a harmadik verszakkal. Yeah.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből ezt áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszentek áldozatára. Urunk Istenünk, fogadd el híveid imádságait és adományait, hadd, hogy gyermeki szeretettel bemutatott áldozatunk a mennyei dicsőségbe juttasson el minket, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által. Ő feltámadása után tanítványainak valóságosan megjelent, majd szemük láttára fölemelkedett a mennybe, hogy isteni életét megossza velünk. A húsvéti éröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjong, a mennyei örök és az angyali hatalmak a te dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istenem, dicsőséget betölti a mennyet és a Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott oda a tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk, és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, elhunyt szülőkről, József és Julianna testvérünkről, leányokról és unokájukról, elhunyt Balázs testvérünkről,
akiket magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy akik a keresztségben titokzatos módon részesültek fiat halálában, részesüljenek fiat feltámadásában is. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt többi testvérünkről, a templomunkban nyugvó hívekről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, szent angyalaiddal, és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, hagy kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait: békesség nektek, kezét kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk ebben. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Most a 139 és 140-es éneket énekeljük.
Pedig, kedves testvéreim, kérjük a lelki áldozás kegyelmét az otthonaikban velünk imádkozó testvéreinknek. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned. Imádlak téged és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Urunk Jézus Krisztus teste, őrizzen meg engem az örök életre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben, neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni, életemben és halálom után is. Amen. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, magunkhoz vettük a szent áldozat ajándékát. Alázattal kérünk, hogy amit szent fiad, az ő emlékezetére cselekednünk rendelt, növelje szeretetünket. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Kedves testvéreim, szent mise végén a 206-os Mária antifónát énekeljük. Tegnap a Fatimai Szűzanya ünnepén ide az oltár mellé helyeztük a Fatimai Szent Szűz szobrát, és gondolom, hogy jelképesen maradjon velünk itt pünkösdig, hogy gondoljunk az apostolok várakozására, akik kitartottak az imában, a közösségben, együtt imádkoztak Máriával, Jézus tanítványaival együtt. A Szűzanya együtt várta tehát a Szentlélek érkezését. Így gondoljunk arra, hogy az égi édesanyánk velünk is van most ebben a várakozásban, és kéri az áldást most számunkra, ahogy én is kérem, mindnyájatokra,
hogy keresztény élethivatásunkat megértsük, és annak legfőbb vonásait mi is életté váltsuk. Gazdag Déti testvéreimre, az Apostol TV és Hegyvidék TV nézőire egyaránt, így kérem a Jóisten áldását. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! A boldogságos Isten szülő Szűz Mária, Szent József, őrangyalaitok és védőszentjeitek közbenjárására, papi készföltételem által áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Menjetek békével, szolgáljátok Istent és embertársaitokat. Istennek legyen hála. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelembe, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei sereget vezénybe, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Jézusom szent szíve, reményed és bízom benne. Szűz Mária kegyelmek anyja, könyörülj érettünk. Magyarok szent őrangyala, könyörülj érettünk. Szent Pió és Szent Sárbel atya, könyörülj érettünk. Mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei, könyörülj.